az életvitelére. Zita, neked a fotózás most lényegében napi rutin. Lényegében napi, heti rutin. De te majd költözöl, folyton mozgásban van az életed, és úgy nehéz megtalálni azt a nyugodt pontot, ahol te mondjuk kikapcsolódsz. Igen, hát most költözöm vissza a lakásomba, úgyhogy ez most egy ilyen nagyon zűrös helyzet minden szempontból. A műsor alatt semmire nem volt időm. Mikor pihentél utoljára? Mikor is? Az utóbbi időben csomószor ki volt húzva a hajad, ez ami új dolog? Ne, hát ezt kipróbáltuk, mert ugye a jégen az hideg, és meg a táncot azért nem lehetett kihúzni, mert állandóan izzadtunk, és nagyon nagy elkezdik izzadni, egyből begöndörödik a hajam. És akkor egy kísérlet? De hogy mi tetszik jobban, ez vagy az? Más vagyok úgy, más érzi. Nem tudom, az olyan idegen. Én szinte meg se ismertelek. Senki. Tehát a barátaim elmentek mellettem az utcán. Csomószor, meg bementem a TV2-be is, napszemüvegbe egyenes hajjal, és úgy örültem végre. Mentem, akkor gyorsan elmentem az összes plázába. Ez a ruha egy címlaphoz készül, ugye? Igen. Magadtól választanál egy ilyen ruhát? Nem. Most, ahogy így látlak, ilyen született feleségek. Most léptél nem ki. Nem vagyok született. Vagy nem vagyok feleség. Vagy már van jelentkező. Tényleg? Férj jelölt? Ja, nem, mert ilyen udvarban. Ja. Lassan összerakom, hogy ez igazából egy ilyen Marilyn Monroe. Utánzat. Igen. Igen? Ez volt a cél? Hát a style. De én azért üzi maradok. Nem kerülhetjük el, hogy beszéljünk az egészséges életmódról. Azt gondolná az ember, hogy egy táncos rengeteget mozog, és ezért lényegében ezt a részét biztosan teljesíti az egészséges életmódnak. Mi van a másik oldalával? Mennyire figyelsz magadra? Hát semennyire. Semennyire? Hát elég össze-vissza eszem, mert ugye sokat éjszakáztam az elmúlt időszakban, már tavaly nyárig, és hajnalban, amikor hazaértem, akkor kezdtem el enni. Tehát nekem így minden fordítva volt. Nem annyira teszült a szervezetednek. Hát egyáltalán nem. Úgy néztem, mint a sajátőleg anyám. És nem jött neki, mert olyankor nem mindig érzi az ember, amikor benne van, és akkor eltelik X idő, és utána kijön azért, hogy mindenek megvan a böjtje. Persze, mondjuk ez függ attól, hogy kinek milyen genetikája van, meg mennyire jól, mennyire gyorsan regenerálódik. Mind jól hangzik, és így van. De azért felnek az évek, nem aggódsz? Nem. Meddig lehet ezt büntetlenül csinálni, arra gondolok. Szerint nem tudom. De olyan téren nincsen benne semmi tudatosság, hogy nagyon figyelsz, hogy hány liter vizet igyál meg egy nap, mit kell magadra, semmi? Semmi. Ez így? Magától ilyen? Nem foglalkozom ilyen dolgokkal. Amiről biztosan sem fogok lemondani, ez a mozgás, de ha 50 éves leszek, akkor sem. A fotózás még tart, éppen válogatják itt mögöttünk a képeket. Én igyekeztem megtudni mindent arról, hogy mi Zita titka, ő azt állítja, hogy csak a tánc. Talán ez egy egyszerű módszer, megpróbálhatják utána csinálni.